Sziasztok! Ez itt a Miseblog. Ebben a részben a bűnbánat szentségéről és a Szentgyónásról lesz szó. A bűnbánat, vagy más néven bűnbocsánat vagy kiengesztelődés szentsége Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. Ennek kapcsán legtöbbször a gyónás jut eszünkbe. Előre bocsájtom, hogy azokon a felvételeken, amelyeket a Szent Jónás kapcsán láttok, nem egy valódi gyónás mutatunk, hiszen a gyónási titok megtartása miatt ilyet természetesen nem vehetnénk filmre. Ezeken a képsorokon csak bemutatjuk a gyónás menetét. De mi is a bűn? Röviden azt mondhatjuk, hogy bűn az, ami elválaszt minket Istentől a szeretettől. A bűn elsősorban Isten bántja meg. A szentgyónásban, a kiengesztelődés szentségében a vele való kapcsolat helyreállítása történik. A gyónás szavunk a latin confessio, azaz megvallás szó megfelelője. A gyónás a megbánással és a javulás szándékával egybekötött bűnvallomás. De pontosan mitől gyónás a gyónás? A Szent Mise elején is van bűnbánati rész. Ennek egyik leggyakoribb formájában ki is mondjuk, gyónom a mindenható Istennek. Ez az úgynevezett közgyónás megtisztít a bocsánatos bűnöktől, de a súlyosak alól nem ad feloldozást. A szentáldozásnak viszont feltétele a megszentelő kegyelem állapota, amely teljes mentességet jelent a súlyos bűnöktől is. Mielőtt részletesen beszélnénk a gyónásról, először nézzük meg, hogyan jutottunk el onnan, hogy Jézus feltámadása után a Szentlélekkel együtt megadja a bűnbocsátó hatalmat az apostolainak, egészen odáig, hogy megjelennek az első gyóntatószékek és az úgynevezett fülbegyónás. Az ember régi tapasztalata, hogy bármennyire is törekszik a jóra, követel bűnöket. Ezek lehetnek kisebbek, vagy éppen súlyosabbak. Az első századokban az egyházból kizárták azokat, akik nyilvános, súlyos bűnöket követtek el. Ilyenek voltak a gyilkosság, a házasságtörés vagy a hittagadás. Ezzel méltatlanná váltak a keresztény névhez és a keresztény közösséghez. Ez a gyógyító büntetés egyik formája volt. Az ilyen bűnös az úgynevezett kánoni bűnbánattartásban részesülhetett. De mi is volt ez? Az illetőt először is felvették a vezeklők sorába. Nyilvánosan hamut hintettek a fejükre, bűnbánati ruhát öltöttek, és innentől kezdve olykor évekig nem vehettek részt szentmisén és nem áldozhattak. A vezeklés során többször imádkoztak értük kézföltétellel, vagyis kezüket a fejükre téve. Ők ezt az időt imával, bőjtel és vezekléssel töltötték. Visszafogadásuk pedig általában Rómában történt, nagy csütörtökön, a püspök készföltételével és imájával. A bűnbánat ez a módja azonban csak egyszer volt lehetséges az ember életében. A magánbűnbánat tartás gyakorlatát a keleti szerzetesi hagyományból a 7. században ír misszionáriusok hozták Európába. Eszerint a szerzetes egy másik nem pap testvérének vallotta meg bűneit és kérte imáját. Az elégtétel enyhébb volt, mint a kánoni bűnbánattartás esetén. Tehát az ír szerzetes papoknak köszönhetően terjedt el a mai forma, bűnvallás papnál feloldozással. A gyónás a 16. századtól már nem nyilvános és nem az oltár mellett történik, hanem zárt gyóntatószékekbe kerül, ahol rács választja el a papot és a gyónót. Az elégtétel továbbra is megmaradt, de a gyónás után kellett elvégezni. Míg a nyilvános bűnbánattartás alapvetően a súlyos bűnökre vonatkozott, a szentgyónásban mind a súlyos, mind a bocsánatos bűnöket letehetjük. De mégis is ezek? A halálos bűn Isten törvényének súlyos megsértésével lerombolja az ember szívében a szeretetet, elfordítja Istentől, végső céljától és boldogságától azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. A bocsánatos bűn, bár sérti és sebzi a szeretetet, nem oltja ki. A halálos bűn azért halálos, mert ha nem követi bűnbánat, akkor örök halált hoz magával. A bocsánatos bűn nem szakítja meg Istennel a kapcsolatot, nem foszt meg a megszentelő sem a szeretettől. A lelkiismeretünkben alapvetően érezzük bűneink súlyát, de megítélésükben segítségünkre lehetnek az úgynevezett lelki tükrök. Ezeket olvasva, a gyónásra készülve át tudjuk gondolni, hogy milyen bűnöket követtünk el. Hasznos dolog ezeket le is írni, így a gyónáskor már nem azon kell izgulni, hogy valamit kifelejtünk esetleg. Lelki tükörből sokfajtát találunk. Van gyerekeknek, vagy idősebbeknek szóló is. Bizonyára sokaknak megvan a Hozsanna népénekes könyv, melynek az elején található lelki tükör. Ezen belül vastagon szedték a súlyos bűnöket. Jó szívvel ajánlom egy kedves paptársam által szerkesztett kiadványt, ABS velem járó címmel, amely az internetről is letölthető. Azok számára pedig, akik régebben voltak gyonni, a felkészüléshez a Meghívás az Életre című könyvet javaslom. A felkészülés tehát a bűnbánattartás első része. Ilyenkor hívjuk Isten szent lelkét, hogy világosítsa meg lelkiismeretünket, hogy a szentgyónásban mindent letegyünk, ami elválaszt bennünket Istentől. A bűnbánat szentségének elengedhetetlen része a bánat és az erős elhatározás a bűnök elkerülésére. A felkészülés után következik a bűnbánat tartás második része, maga a szentgyónás. Nézzük is meg, hogy ez hogyan zajlik. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! A gyóntatószékbe lépve köszönünk, majd letérdelünk és keresztet vetünk. Ezután elmondjuk, hogy mikor voltunk utoljára gyónni. Ennek kötött szövege így hangzik, gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy legutóbbi gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Az utolsó gyónásom ekkor is ekkor volt. Ezután soroljuk fel bűneinket. Ha súlyos bűnt is követtünk el, akkor tegyük hozzá, hogy hányszor vagy milyen gyakran történt ez, és az esetleges súlyosbító vagy enyhítő körülményeket is mondjuk el. Ha véletlenül kihagyunk egy súlyos bűnt, attól még a gyónásunk érvényes, de egy következő szentgyónásban ezt el kell mondanunk. Ha viszont szándékosan hagyunk ki súlyos bűnt, akkor gyónásunk érvénytelen, sőt súlyos bűn, hiszen a bűnbánatunk is hazugság lenne. A szentgyónásban nincs mit szégyelni, mondjunk el bátran mindent, ahogyan az orvosnál is elmondunk minden panaszunkat, hogy segíthessen. Gyóntató papként hadd bátorítsalak azzal, hogy újat nem nagyon tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni, és rajtad kívül még sokan mások elkövették ugyanezeket a bűnöket. Attól se félj, hogyha ismer téged a gyontató. Sőt, ebben az esetben talán még jobban tudsz segíteni. Hidd el, nem fog másként rád nézni, vagy kevésbé szeretni, akármilyen súlyos bűnt is gyónsz meg nála. A bűnök felsorolását azzal fejezzük be, hogy több bűnömre nem emlékszem. Ezután lehetőség van kérdezni, tanácsot kérni, de a pap is kérdezhet, vagy tanácsot adhat. Azért is gyónunk papnál, mert a pap objektív tükröt tart elénk, és ezzel segíti a helyes lelkiismeret kialakulását, nehogy túl aggályos vagy éppen érzéketlen legyen. A gyóntató pap vagy püspök lehet, aki a szentség kiszolgáltatásánál, mint Krisztus helyettese van jelen. A gyónó, azaz a szentség felvevője bárki lehet, aki meg van keresztelve. Az első gyónásra általában az első áldozás előtt kerül sor. A bűnök felsorolása után meghallgatjuk a lelki atya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, majd megkapjuk az elégtételt. De mi is az elégtétel? Általában olyan jó cselekedet vagy imádság, amelyel igyekszünk jóvá tenni a bűneinket, és kifejezzük Isten felé az őszinte bűnbánatunkat. Az elégtételnek a gyónó lelki állapotához és képességéhez mértnek kell lennie, és a bűnök súlyosságával arányban kell állnia. Ha netán olyan elégtételt kapunk, amit valami miatt nem tudunk elvégezni, akkor ezt jelezzük és kérjünk helyette másikat. Ezután elmondjuk a bánatimát, aminek több formája is van. Számomra a legkedvesebb így hangzik, Istenem, szeretlek téged, ezért szívből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy a te segítségeddel, a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. A pap a gyónó felé kiterjesztett kézzel adja meg a feloldozást ezekkel a szavakkal. Isten, a mi atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a szent lelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét. És én feloldozlak téged bűneittől, az atya és a fiú és a szent lélek nevében. A gyónás a következő párbeszéddel zárul. Magasztaljuk Isten, mert jóságos hozzánk, mondja a pap, és erre feleljük, mert örökké szeret minket. Isten megbocsájtotta bűneidet, menj békével. Istennek legyen hála. Jóha ennek és a bánatimának a szövegét fejből megtanuljuk, de sok helyütt ki is van írva. Ezután elköszönünk, de maradhatunk még a templomban hálát adni Isten kegyelméért, irgalmáért. Az elégtételt igyekezzünk minden hamarabb elvégezni. A bűnbánat szentsége tehát a következő részekből áll. lelkiismeret vizsgálat, a bűnök megvallása, esetleg a gyóntató részéről útmutatás tanácsadás, az elégtétel kiszabása, feloldozás és végül az elégtétel elvégzése. A mai világban gyakran kommunikálunk telefon vagy internet segítségével, gyónni azonban csak személyesen lehet. Előfordulhat, hogy tolmácsra van szükségünk. Ebben az esetben azonban a tolmácsra is vonatkozik a gyónási titok megtartásának kötelezettsége. A gyónási titok azt jelenti, hogy a gyóntató a szentségen kívül nem használhatja föl az ott szerzett ismeretet. Ugyanakkor a gyónási titok megtartása vonatkozik a gyónóra is, hiszen ami ott elhangzik, az neki szól és nem másnak. Végezetül néhány szót arról, hogy mikor és milyen gyakran gyónjunk. Az egyház öt parancsa közül a második így hangzik, bűneidet évente legalább egyszer gyón meg, a harmadik pedig az eukarisztiát legalább húsvétkor vedd magadhoz. Az igényes lelki élethez hozzá tartozik, hogy minél gyakrabban éljünk ezekkel a szentségekkel. Lehetőleg minden szentmisén áldozzunk, de ha súlyos bűnt követtünk el, akkor előtte ezt gyonjuk meg. Tehát amint súlyos vagy halálos bűnt követünk el, menjünk el gyónni. Különben könnyen abba a kísértésbe eshetünk, hogy ha már egyszer megtettük, akkor úgyis mindegy, hogy még hányszor követjük el. De minden bűn megsebez, ezért tegyük le minden hamarabb Szent Jónásban. Hiszen ott nem csak a bűnöket soroljuk fel és kapunk feloldozást, hanem nagyon sok kegyelemmel jár, ami segít kitartani a jóban és ellenállni a kísértésnek. A boxoló is, hogyha földre kerül, igyekszik minden hamarabb talpra állni és folytatni a küzdelmet. Ugyanakkor az autó szélvédőjét sem akkor mossuk csak le, ha már nem látunk ki rajta, hanem hogyha már akadályoz bennünket a rárakódó por a kilátásban. Az igényes lelki élethez tehát hozzátartozik, hogy lehetőleg rendszeresen, havonta, vagy legalább két-három havonta végezzünk Szent Gyónást. Még valami. Gyóhatunk mindig másnál, de gyümölcsözőbb, hogyha ugyanahhoz a lelki atyához megyünk, akihez szívesen és rendszeresen járunk. Így ő is jobban tud segíteni bennünket az életszentség útján. Ennyi fért ebbe a részbe, a következőben a betegek kenetével foglalkozunk.